Katalónia, illetve a katalán parlament tegnap kikiáltotta a Katalónia függetlenségét, ami azt jelenti, hogy már csak szerintem időkérdés, hogy mikor valósul meg maga a katalán köztársaság, mint állam. Ugye holnap pedig Székelyföldön őrtüzeket gyújtanak különböző településeken a székely autonómiával kapcsolatosan. Meglátjuk majd, hogy milyen idő lesz. Én azt gondolom egyébként, hogy minden közösségnek, minden csoportnak, minden népnek, nemzetnek jár a függetlenség, tehát a katalánoknak és a székelyeknek is, ami azt jelenti, vagy azt jelenteni, hogy a saját sorsukról, a saját dolgaikról ők dönthessenek, ne szóljon bele senki, se Románia, se Spanyolország, sőt adott esetben még Magyarország sem. Ugye ezek a függetlenségi törekvések Európában, ezek nem új keletűek, sőt az utóbbi időben egyre jobban felélénkültek. Egyébként mögöttem egy székely és egy katalán zászló látható. Ezt még 2014-ben, mármint a katalán zászlót 2014-ben barcelonai látogatásunk során szereztem be, nem gondoltam volna, hogy ennyi idő múlva újra aktuálissá válik, illetve hogy elővegyem. No, tehát Európában ezek a törekvések, ezek nem új keletűek. Ha valaki jobban, alaposabban utána nézett a dolgoknak, akkor láthatta, hogy Észak-Olaszországban, Velence környékén Veneto és Lombardia szintén törekszik arra, hogy függetlenné váljon Olaszországtól. Szardinián már régóta mondogatják, hogy Szardinia nem Olaszország. Ők is egyébként egy elég nagy fokú autonómiát élveznek. De beszélhetnénk Skóciáról, beszélhetnénk még nagyon sok olyan területről, ahol az emberek úgy gondolják, hogy a saját sorsukról ők akarnának dönteni. Megnéztem egy vitának egy részét, amit Puzsér folytatott, nem is tudom kivel, egy emberkével. Az az emberke Katalónia függetlenségét képviselte, Puzsér pedig a függetlenség ellen szólt. Hát az a hisztéria, meg az a hiszti, amit Puzsér levágott abban a műsorban, tehát nagyon okos, nagyon intelligens ember, nagyon jó meglátásai vannak néha, de egy akkora ripacs, hogy az hihetetlen. De térjünk vissza itt a függetlenségre és az autonómia törekvésekre. Ugye Románia azonnal közleményben tiltakozott Katalónia függetlensége ellen, és kijelentette, hogy az állam hozzájárulása nélkül sehol nem lehet gyakorlatilag ilyen függetlenséget meghirdetni, megvalósítani. Mondjuk ez nem is csodálom, hiszen hogyha a Románia pozitívan állna hozzá ehhez a kérdéshez, akkor az azt jelenteni, hogy Székelyföldnek az autonómiája ügyében is másképp kellene eljárnia. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy a jövőben mindenképpen fel fognak erősödni ezek a törekvések, nem csak ezeken a területeken. Ugye legutóbb a Krímben történt az, hogy a Krímben élő oroszok, akik sokkal nagyobb többségben vannak. Na, megállt a videó közben, tehát nem is tudom, hol állt meg. Lényeg az, hogy legutóbb ugye Krímben volt egy népszavazás egy-két évvel ezelőtt, és ott gyakorlatilag szintén a függetlenségről szavaztak, aztán utána csatlakoztak Oroszországhoz. Az Európai Unió kettős mérce egyébként döbbenetes, illetve számomra nem is olyan döbbenetes, mert azt, amit látunk mostanában, hogy mi zajlik Brüsszelben és az Európai Unióban, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy akkor meglepődnénk, hogy most ehhez a kérdéshez így áll hozzá. Tehát a kettős mérce az azt jelenti, hogy amikor mondjuk annak idején Szerbiában, illetve hát a Szerbiában lévő Koszovóban az albánok kiáltották a függetlenségüket, akkor az Európai Unió abszolút mellé álltak, pontosan azért Szerbiával szembe helyezkedjenek. Most viszont, amikor Katalóniában az emberek úgy döntenek, hogy ők függetlenek szeretnének lenni Spanyolországtól, és saját maguk szeretnének dönteni a dolgaikról, akkor az Európai Unió ellene voksol, vagy ellene lép fel, tehát érdekes ez a kettős mérce, ahogy az elején is mondtam. Meglátjuk, hogy holnap milyen idő lesz, és tudunk-e tüzet gyújtani, de én azt mondom, hogy minden egyes kisebbségnek, népnek, nemzetiségnek, hogyha úgy dönt, hogy szeretne függetlenül a saját sorsáról dönteni, akkor jár nekik.
ez a függetlenség, úgyhogy remélem, hogy Katalóniában is, és előbb-utóbb Székelyföldön is megvalósulhatnak azok a dolgok, amit az ott élő, illetve itt élő emberek szeretnének. Ennyit szerettem volna a mai napon mondani erről a témáról.